ugye nagyon kevés gólt kapott eddig. Uzuni. Kiugratási kísérlet. Tokmak. Rácvéd. Boli lehet, hogy lesen volt, Tokmak azonban nem. Volt les. Létszáma megvannak a paksiak, de a hosszú Petriák kéri. Jön Böde, Zivzivadze, Rácz, és nincs bent. Ez megint nagy hely. Honovó. Egy jó csel, aztán Beridze felé a kiugratás. Ó, mekkora hiba volt Osváttól. És végül szerencséje volt. Novemberből, na nézzük az újpesti szabadrugás, 68. perc. És Beridze előtte el, nem volt ez veszélytelen, nagy védés volt Ráctól. Visszakerül Beridzéhez. Hát a hosszú oldalra, ott a visszafejelt labda, és aztán a lövés, kapufa! És egy akrobatikus mozdulat, de fölé megy, Viana! ...elleni mérkőzésen, Zimonyi, és teljesen üresít balosszakötő helyén, a társ ott a gólhelyzet, Rácz jön ki, és most nagyszerűen mozdult ki a kapujából. Hozzáteszem, ha Favarov nem ilyen hosszabb... ...éppen Bedi, ez is jó, Babati. Babati a 16-oson belül, élesen középre futács! Rácz védett óriás itt, Babati fejel még. Eister, erőből Rácz. Célba vette a rövid sarkot. Hiba, Kundrák, Adeniji. Szécsivel az összjáték, Adeniji helyzetben egy pillanat alatt úgy tűnt, hogy akár az egyenlítés is meg lehet. Rácz. Ugye 30 fok körüli hőmérséklet, tehát azért vigyázni kell mind a két csapatnak, hogy nagyon elrohanják magukat, Osvát. Kevesebb, mint fél óra alatt. Itt is, ott is. Rácz. Nem biztosan lép ki a kapujából. És ketten is megindulnak ott elől a Puskás Akadémia csapatából. Majd jön a kapus. Rácz, aki előre fejeli a labdát. Mehet tovább. Bolla. Vele szemben Szabó Bolla. Bemegy és lő! Óriási védés. A bal alsóból kapta ki ezt Rácz. Pont a Tiós Győr elleni mérkőzést követően értékelt úgy Rebrov, hogy nála már nincs falt. Mehet Boli. Mellette ott van Tokmák, kapja is. Tokmák vissza Bolinak. Gyönyörű játék és Rácz véd. Pazar kényszerítő és egy újabb bravú. Első idei egymás elleni mérkőzésükön még egyik oldalon sem ez a szakember ült a kispadon, jön ki Rácz, és lehúzza. A paksiaknál akkor még Tomislav Szivics, Fehérvárnál pedig Marko Nikolic volt még akkor a vezetőedző. Aztán nézi, hogy lehet egy gyorsan kidobni valakinek, nem akarta inkább, Osváth indult volna itt a bal oldalon, de ennek nem lett volna túl sok értelme. Ennek viszont van. Többé a vonalbeli meccsen szerepelt eddig Négo, Stopira, Stopira a cserekkel, ott marad még a labda, Stopira, Rácz véd, a kipattanóra, Petriák jön és fölé bombázza. Ugrai közben egy zseniális labdát kap, Ugrai és kivédi Rácz. Ahhoz képest, hogy a meccs elején volt két kisebb bizonytalanság a Rácz Gergőnek, most véd egy óriásit. És itt... Ugrai. Ott a kapáslövés is mellé megy így, mert egy nagyot véd Rácz. Lovrić lőtt kapásból. Érintést lefújt az első percekben Pintér játékvezető. Itt viszont egy gólhelyzet a Puskás Akadémia előtt, és óriási védés Rácz Gergőtől. A sok ballal teszi be. Jó beadás. Ott is marad a labda. Rácz. Rávetődik, és még kint sincs. Gól-gól. Negyedik perc, megint Zsiga a labda mögött, élesen jön középre, a fejes Rácz bomba védése! Ürem, inkább Fodorhoz passzolt. Az jó lekészítés, Csiki és nagy védés, Rácz! Bent maradjon az NB1-ben. Ez még egy helyzet lehet, nagy védés, Ráctól. Palics került Zitzerbe. Már ível is középre, Bobál Gergely, Ikoba. Nagyon sokan vannak előtte, hárman is. Ikoba ellövés, Rácz mekkorát védett.
cserepadon sincsen, korábban ő ugye 5 évvel ezelőtt futballozott már a Ferencvárosban, de mivel hosszú ideje nem játszott tétmérkőzést, néhány hónap eltelt már az utolsót követő, december 16-án játszott magyar bajnoki Otigba a Vidi ellen, közben jön Rácz a kapujából, ügyesen élt együtt a játékkal, vagy inkább ismerte föl, hogy képesztő a robbanékonysága és a kezdő sebessége, az nagy passz Vargának, Varga rúghatja az ötödiket, nem rúgja! Rácz védett egyet, de ott a kipattanó. Jöhet a szöglet tehát a 38. percben. Nikolov középre, ott is a fejes és egy újabb rácvédés. Stopira volt az, aki kapura. A 87. perc, egy tekerés, óriási védés! Rácz! Az egész szeptemberi meccsen nem volt. Na lássuk Mihálovics büntetőjét. Óriási védés, Rácz! Még az sem... Mihálovics viszi még tovább, Lenzsér pedig csak elé tudja visszatenni a labdát. Mihálovics még mindig ott van, és mellé megy a labda. Méghozzá azért, mert Rácz védett egy nagyot. Kifejezést inkább egy lövésre szokta használni az ember, nem egy passzra, de hát ez most talán itt megállja a helyét. Hán mehet, és nem jön ki. 76. perc Varga Roland szabadrúgásával kezdődik. Varga, ez Ráci. És Rame megy jobbra. Lanzafame, évai erőszakosabb, Lanzafame aztán visszaszerzi, és Rácon nem tudja átemelni. Így Hidi eljön onnan, Hollander és Kukocs van ott. Hollander ellövi, és ez egy nagy védés volt Ráctól. Szöglet következhet.